A workshop szabályai. A kapcsolati workshopban nem utasítjuk el egymást, sokkal inkább... Tehát mindenki egyenlő, és mindenki nagyon fontos, mi nem negáljuk egymást, nem harcolunk egymással, hanem csak hozzáadunk egymáshoz. A valódi megoldás az nem a tudásból, vagy a beszédképességből jön, hanem a kapcsolatból. Sok szerencsét. Egy félórás workshop. Első kérdés. Az első kérdés. Hogy lehet, hogy az, aki jó és jó cselekvő, szenvedést bocsát ránk? Tehát hogy lehet, hogy a jó és jó cselekvő Isten szenvedést bocsát ránk? Azért, mert mi ellentétes minőségűek vagyunk vele. És ezért érzünk szenvedést, amit az érzők szenvedésnek az, amit ő tesz. Tehát nyilvánvalóan a rossz érzéseken keresztül érkezik el hozzánk, hogy az Isten jót akar. Én csak a jóval vagyok kapcsolatban, azonban ezt csak szinteken keresztül tudom elérni, és csak így tudom megérezni azt, hogy valójában milyen, hogy a saját ellentétes állapotomot felismerem. A jó, aki jó és jó cselekvő, az kizárólag jó, jó dolgon keresztül érkezik hozzánk, azonban ezt a nyilván önzőek vagyunk, és ezért mindent magunknak akarunk megszerezni. A mi edényünkben valószínűleg pont az ellentétes dolgot érzünk. Tehát nekünk meg kell találnunk a valódi helyes kapcsolatot a barátokkal, és ezt kell invertálnunk, úgyhogy jót érezzünk. Tomi írt közben, a szenvedés tulajdonképpen munka, és így az elért minőségek értékességét növeli bennem. Tehát a szenvedés az valójában jó nekem. Tehát lehetetlen a pillanatnyi állapotból érezni, hogy így tudok előre haladni. Tehát Rav, a második kérdés nem változik, hiszen én nem változtam a havajámat, a felső fény az állandóan mozdulatlan. Hogyan lehet az, hogy mi egyáltalán úgy érezzük, mintha megváltozna a hozzáállása a teremtőnek? Tehát hogy érezhetem, hogy hogy az állandó teremtő mégis változik a szememben? Velem szem. Tehát nyilván ez a folyamat az én változásom valójában, és nem a teremtőnek a változása. Tehát nem értjük még pontosan, hogy különböző dolgokat hajt végre bennem azért, hogy az én érzékelési edényem változzon meg, és hogyha megfelelően teszem, akkor az én hozzáállásom változik meg, pontosan azért, hogy igazolni tudjam a felső gondviselés. Mindig a rosszból tanulunk, a tapasztalatból, tehát ha valamit tanulunk, hogy nem jó, akkor pontosan az ellentétes dolgot kezdem el érezni, és még akkor is az elején nem volt teljesen jó, amit éreztem. Ez segít nekem, hogy tovább tudjak lépni. Tehát az összes dolog csak az én valóságérzékelésemben zajlik. És valóban én megyek keresztül különböző változásokon, a helyes irány elérésének érdekében. Lehet, hogy ellene is állok.
De mégis így dolgozik rajtam mindez. Az igazak, az még igazabbak akarnak válni, a bűnösök pedig magukat akarják korrigálni. A kérdés pedig azt jelenti, hogyha az abszolút állapotban vagyunk, akkor látunk, hogy a teremtő nem változik egyáltalán, tehát nyilvánvalóan az egyetlen dolog, amit figyelembe kell vennünk, az a cél, ami bennünket a végső állapotban visz, Tomi írta. A korrekció alatt a korrigált részemmel, hol a korrigált részemmel fordulok a teremtőhöz, így attól függően látom másnak a teremtőt, hogy éppen mind keresztül nézek rá, olyan ez, mint a különböző dioptriás szemüvegeken keresztül nézném. Tehát azt kell néznem, mondják a srácok, hogy nekem annak érde, tehát ha nagyon el vagyunk választva a teremtőt, akkor rossznak látjuk őt, ha közelebb vagyunk a teremtőt, akkor jónak. Az egyetlen dolog, ami változik a valóságban, az én hozzáállásom, mondja kölköző fiú. Tehát a teremtő nyilván, hogyha én egy olyan állapotban lennék, ahol mindent tökéletesnek látnék, magamat is, és a teljes összetapadás lennék vele, akkor nyilvánvalóan, ha nagyobb kapcsolatban vagyok, az mindig a következő szint, és ezért akkor ott egy nagyobb korrekció is van, és akkor így haladok előre, és így látom a teremtős egyre tisztában, hogy ő tényleg jó és jó cselekvő. Minden egyes alkalommal mondják a srácok, mert a teremtőnek a fény állandóan dolgozik rajtam, tehát nekem minden alkalommal új viszonyt érzékelek a teremtővel. Rav. Mit kell tennem, hogyha gonoszt találok a világban? Mit jelent az, hogy rosszat látok? Ez azt jelenti, hogy a fény hogyan lép be a valóságba, és hogy ott nem vagyok elég összekapcsolódva, ahol a fény belépését gonosznak látom. Ez arra mutat rá, mondja a következő fiú, hogyha gonoszt érzékelek, hogy felülről egy darabom tárult föl, ami törött. És az egyetlen dolog, amire szükségem van, hogy ezt megragadjam egy lehetőségként, mert ez az egyetlen dolog, amit tenni tudok, és ez is ki kell korrigálnom a másokkal való kapcsolatom által, és remélhetőleg a következő szinten kiérdemlem, hogy ezt korrigáljam. De Tomi írta, hogy magamba kell néznem, és korrekciót kérnem a gonoszra önmagamban, amit érzékeltem. Niv, tehát meg kell vizsgálnom, mondja Niv, hogy vagy én vagyok elutasításban, akkor én miért vagyok elutasításban, és ez előnyös lehet a számomra, hogy megvizsgáljam, hogy a saját korrekcióm érdekében történik mindez, amit látok. És hogy mintha tőlem függene, igen, a hiba, amit én látok, az én edényében tűnik föl nekem. Tehát nekem a teljes gondviselés kell érzékelem a teremtő irányából, tehát az elutasítás, amit érzékelek, az azt jelenti, hogy egy olyan hely tárult föl bennem, ami még nincs készen áll, nem áll még készen arra, hogy az adakozásra használjam. Hogyha mi eljutunk az a ponthoz, amit minden kabalista mond nekünk, hogy ez az a hely, ahol megtalálunk a végső korrekciót, és nekünk úgy kell tekintenünk ezeket a dolgokat, amik feltárulnak, hogy gonosz, és egy lehetőségként kell ezt megragadnunk arra, hogy előre haladjunk, és akkor ez lehetőséget kell látni arra, hogy én most korrigáljam magam. Tehát így érjük el azt a fajta munkát, amit a barátaimmal folytatott napi munkában kell elérnem.
hogy tudom azt elérni, hogy ne feledkezzek el, hogy én olyan világban élek, ahol minden jó. Tehát hogy tudom magam emlékeztetni arra, hogy olyan világban élek, ahol minden jó? A környezet kell, hogy emlékeztessem engedre. Csak ez sokszor eltűnik. Tehát az embernek éreznie kell, hogy én vagyok az egyetlen ebben a világban, aki nem kapcsolódott megfelelően. Én vagyok az egyetlen, aki ezt a dolgot rossznak látja, és minden más jó. Ilyen workshopokon, mint ez, amin keresztül megyünk egy folyamaton, és az figyeljük, amit a barátok mondanak, hogy napközben is, hogy tudunk lépésről lépésre megfogalmazni egy érzést, hogy megtart bennünket napközben. Hogy lehet az, hogy ne feledkezzünk semmiről? Ez egy nagyon fontos dolog. Ami fontos, hogy mi mindig erőt szerezzünk, és minden pillanatban úgy fogadjuk el ezt, hogy a barátok nagyok és nagyszerűek. Tehát ami fontos a mi számunkra, hogy állandóan megerősítsük, megerősítést kapjunk a környezettől. Tehát amennyire csak lehetséges, integrálódjunk, és minden erőfeszítést megtegyünk annak érdekében, hogy amennyire csak lehetséges, képesek legyünk mindenféle környezeteken keresztül összekapcsolódni, és mindenféle trükköket kell alkalmazni azért, és ilyen módon kell nekem a célra irányulni. Tomi írja, értelem felett elhiszem, és emlékeztetem a barátaimat, így én is emlékszem. Tehát felnyitom a szívemet, azért, hogy az ő véleményük belépjen a szívembe, és valóban átmosom önmagam ebbe az irányba. Csak azáltal, hogy megtartom a képességet arra, hogy a többiek segítsenek nekem emlékezni erre, hogy minden valójában jó, ami történik. Tehát az atományozás, ez az, ami fenntart engem, és ez adja meg a képességet arra, hogy megadja nekem annak az értelmét, amit látok magam körül. Tehát, hogy az ember nem tud kilépni egy bizonyos fajta gondolatokból, csak akkor, hogyha segítenek neki a környezetében lévők, tőlük kell megerősítést kapni, képességet kapni, hogy valóban a barátokra tudjon gondolni. Hogy megértsem, hogy... Tehát nem szabad azt éreznünk, hogy csak a levegőben lebegünk, hanem amilyen mértékig én képes vagyok fenntartani magam. Tehát nekem folyamatosan érezni kell a felelősséget, és állandóan biztosnak kell lenni bennem, hogy a szándékom az valóban fölfele irányul. Rav, hogyan tudjuk mi fokozatosan kezelni a szenvedést úgy, hogy az egyre jobban irányozzon bennünket? Tehát, hogy és örömként hogyan tudjuk felfogni, emelkedésnek tekinteni, hogy az egész világot a szenvedés is a Gamar Tikun felé viszi. Hogyan tudjuk ábrázolni ezt, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a viszonyunkat a szenvedéshez. Tehát hogyan tudjuk megváltoztatni? Tehát nézzünk egy gyereket, tehát nyilvánvalóan egy bizonyos módon kell tekintenie
gyereknek a szüleire. Tehát az embernek nyilván úgy kell tekintenie, hogy nyilván az egész világ ellen van. Hát egy gyerek is azt mondja, hogy a gyerek is azt mondja, hogy az egész világ ellen van, és amikor felnő az ember, akkor érzi meg, hogy a szülei nem ellene voltak, hanem ők fokozatosan tanítani akarták, és rossznak érzett a környezetétől, azokra szüksége volt ahhoz, hogy emelkedésnek láthassa. Amikor kicsik vagyunk, mondja a kölyköző srác. Tehát az embernek állandóan a spiritualitásra kell fókuszálnia, és akkor ilyen módon az ő kapcsolata a felsővel, ugye az apa és az anya szintjén kell megvalósulnia ennek, minden nehézségben látni kell, hogy mögött öröm húzódik meg, mert a felsővel való kapcsolatot erősíti. Na most ezt nem hallom, ezt egy csávot, mert nem kapcsolta be rendesen a mikrofonját. Tehát miért ezen a módon érezzük magunkat, hiszen ez kiküldi rám ezt a rossz érzést, ezt kell az embernek végig gondolnia. És hogyan tudom akkor megváltoztatni ezt a gondolatot? Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát az ember, amikor egészen kicsi, akkor jól érzi, akkor tudja, hogy mindenki csak gondoskodni akar róla, és az, amikor érzi, hogy bízhat a környezetében, az anyjáiban, a szüleiben, ugye csecsemő korában csak ordítania kell, és segíteni fog neki. Aztán rájövünk, hogy az egész környezetet úgy kell megválasztanunk, hogy a környezet segítsen nekem az integrációban. Tehát, hogy tudunk minden helyen kellett túljutni, túllépni, és hogyan tudom érezni valóban azt a fajta bizalmat, hogy minden csak a fényhez akar engem kapcsolni. Tehát ez egy játék, és a legfontosabb szabály ebben a játékban, hogy nekem fokozatosan és folyamatosan azt kell követnem, amit a teremtő ad nekem, még ha nehéz is nekem ez. Tehát nekem állandóan arra kell vigyáznom, hogy ne engedjem ezt az érzést, és képes legyek ezt a gondolatot fenntartani. Tamás írja, megtalálom igazolni a teremtőt a mélységekben is, és így fokozatosan egyre jobban hiszek benne, hogy a világ jó, a szenvedés ideiglenes. Én csak az érzékelésemben, és csak az én érzékelésemben kényelmetlen, az viszont szükséges a jövőbeli állapotaim eléréséhez. Tehát, hogy minden a magasabb rendű forrásból érkezik. És hogy a teremtő és én dolgozunk együtt az én szamaramon. Tehát nyilvánvalóan nem kell, hogy a szamarat magamnak érezzem, Rav. Hát hol vannak a megszerzési edények, és hol vannak az adakozás érdekében használatos edények? A törött részek között van minden edény. Tehát az élet szempontjából ez minden, hogy hol van. Hát nyilván, amiben a teremtőt érzékelni fogom, az az adakozási edények, és ez csak a köztünk lévő kapcsolatban érezhetem. Az edény mindig ugyanazon a helyen van. Az, ahogy használjuk, ez az, ami változik.
Tehát, hogyha a saját magamnak használom, az megszerzés, hogyha mások érdekében használom, akkor adakozásról van szó. Valóban feltárul egy hiány, amely az integrációban tárul föl. Egy kölcsönös hiányt tudok megragadni. Tehát az, ami föltárul, az a hiány, az azt az érzést adja meg, hogy tehát nyilvánvalóan az edény, amit adakozást tudok felhasználni, ez alapján építek ki valamit, ahol képes vagyok dolgozni az adakozásért. Tehát én képes vagyok arra, hogy ez megfordítson engem, Rav. Mit jelent az, hogy a megszerzési vágy megkapja az orhozert, tehát, hogy új edényeket szerzek meg. Mit jelent ez? Hol vannak ezek az új edények? Tehát hol találhatóak az új megszerzett edények? Tamás írta közben, hogy az edények a régi tetején vannak, és hogy a szívben vannak az adakozó edények, a megszerzők meg valahogy hatalmas megszorítás alatt. Ez igaz. Tehát nyilván, amikor az ember megtapasztalja a válságot, akkor természetesen az embernek magának kell föltenni a kérdést, hogy mi történik. Tehát a válság adja meg az örömnek az érzékelését, és itt egy trükkre van szükség, hogy és ez a gyökere az állandó kutatásnak, az új edények valóban a szűrőnek és az orhozárnek a keresését jelentik. Tehát a visszavert fény, meg a szűrő, ez pontosan az ellentétes szándékot jelöli, amit megszerzek, hogy én nem akarok előnyt szerezni önmagam számára, mert tudom, hogy a megszerzés rossz, és hozok egy döntés, hogy én valóban a jót akarom megszerezni. Tehát az én számomra ez azt jelenti, hogy a jó, valóban új edények megszerzését jelenti, és gyakorlatilag diszkvalifikálom a saját megszerzési vágyamat, és ott meg képes legyek megnyilvánítani az adakozási vágyamat az imában, amit a sokaságért emelek. Tehát, hogy van egy kollektív érzésem, hogy én képes legyek egy imát emelni, és a válasz erre a korrekció. Tehát a korrekció adja meg Tehát nekem egy olyan edényt kell szereznem, amit egyáltalán használok az önmegszerzésre. Tehát annak érdekében, hogy adakozni tudjak, erre használ fel az új edényeket. Tehát el kell jutnom egy arra a helyre, tehát ilyen workshopok, mint ezek segítenek áttörni a falon, tehát ez az állapot adja meg a képességet, hogy képes legyek megérteni
az éhes, üres edénynek a működése mellett is, hogy csak egy hatalmas támogatás mellett, amit a környezetemtől szerzek, tudom kontrollálni a saját edényeimet, és innen kaphatom meg azt, hogy mikor befejeződik ez a fázis, akkor az adakozási edények megjelennek a megszerzési edények felett, és ezt az éjséget kitölthetem, ami ennek az edénynek a belsejében tátong. Én a saját erőmből nem tudom ezt megvalósítani, nyilván nem tudok ennyi döntésre jutni, hogy ezt egyedül kitöltöm. Tehát minden valójában attól a mértéktől függ, amivel, amennyire én integrálni tudok és akarok a környezetemmel, és hogy mennyire tudom érezni azt, hogy én valóban egy, legalább egy lépést tudok tenni a spiritualitás érdekében. A cikknek megfelelően mit jelent az, hogy a teremtő megadja a bölcsességet a bölcsnek? Tehát mit jelent az, hogy bölcs akarok lenni? Mit jelent ez? Mert akkor az, aki bölcs akar lenni, annak adja meg az ember a bölcsességet, vagy az Isten a bölcsességet? Tehát hogy szerezheti meg az ember a hokmát? Hogy lehet ez? Tehát hogy az okosnak, vagy a bölcsnek, vagy kinek adja meg a hokmát az Isten? Hiszen az egész irány ellenében megy ez. Tehát nem csak a cikkben gondolkozatok, hanem mondjátok el, ami bennetek van. Tehát föl kell emelnem a kapcsolathoz, és ott találtam meg az igazságot. Tehát a kapcsolatban lesz meg az igazi igazságot, válok bölcsé. Ne a cikket nézzétek! Meghatározott céllal kérdezem ezt, mondja Rav. Tehát együtt találjátok meg ezt. Hát nyilvánvalóan a szenvedés által, tehát hogy hol találom meg mindezt. A bölcsesség van, vagy nem tudni akarok, hanem végezni a dolgomat, ami eléréshez vezet. Nem az értelmem akarok előre haladni, felfogni mindent, hanem utólag akarom tudni, amikor már elértem azt, mondja Tomi. Tehát nyilvánvalóan az adakozás edényében kell ezt a bölcsességet megszereznem, a kegyelembe beöltözett hokmában. Tehát itt nem a hokmát kell kérnem, hanem az, hogy képes legyek helyes cselekedetben összekapcsolódni és összeolvadni másokkal. Ez úgy hangzik, hogy a teremtő az, amely leblokkolja a bölcsességet, és csak ami nincs korrigálva, az nem kapja meg a bölcsességet. Tehát a sötétség bölcsességén keresztül ez egy állapot, lehet megkapni az igaz bölcsességet, mondja a srác. Hogyha valaki felismeri, hogy az teljes bölcsessége, az összes bölcsessége a tömegektől érkezik. Rav, na menjetek vissza a helyetekre.